Lengyel Tóti partnerintézményével 2009-ben nyert 20 millió forintot egy közel két éves program megvalósítására a Paksi Központ, amelynek részeként többek között akkreditált képzésekkel, pályaválasztási tanácsadással, illetve 6 millió forint értékben eszközbeszerzéssel segítették a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadását, együttnevelését. Ennek folytatásaként 2011-ben ismét pályáztak, és 30 milliós támogatást nyertek szintén a Társadalmi Megújulás Operatív Programban. A pedagógusok és gyermekek mellett már a szülőket is bevonják a programba. A legfontosabb, hogy itt már 8,5 millió értékben rendeltünk eszközöket, de ezek olyan speciális eszközök, amelyek a különböző fogyatékossággal élő gyermekeknek a fejlesztését segítjük ezzel. Tehát például egy autista, egy mozgássérült, egy értelmi fogyatékos, egy beszédfogyatékos gyermeknek a fejlesztését. Ezeket az eszközöket már megszereztük, beszereztük. A kollégák megtanulták, megismerték ezeket az eszközöket, és most jelenleg 4 darab oktatófilmet készítünk az eszköz használatról, kiadványokat készítünk, és utána pedig a szülőket, a gyermekeket, illetve a pedagógusokat fogjuk felkészíteni, hogy hogyan is kell ezeket az eszközöket használni. Később pedig a kölcsönzési protokoll segítségével a szülők fogják kölcsönözni ezeket az eszközöket. A folytatásban akkor a gyermekkori intervenció támogatása is cél, aminek érdekében a központ 5 munkatársa akkreditált továbbképzésen vett részt, illetve kidolgoztak 3 nem akkreditált tanfolyamot gyermekekkel foglalkozó szakembereknek. Érdeklődés van a lehetőség iránt, ahogy ez a megtartott képzésen megmutatkozott. Ez az intervenció maga a befogadás, ugye nálunk a korai fejlesztésből nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden kisgyermek sajátos nevelési igényű lesz. A korai fejlesztésből is kerülnek át óvodába, bölcsődébe gyermekeink, és esetleg a sajátos nevelési igényel rendelkező gyerekeinknek a fejlesztési lehetőségeit próbáljuk meg az elfogadását, meg a befogadását megkönnyíteni. A képzésen gyakorlati tanácsokat kaptak a megjelent kisgyermeknevelők, óvónők, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, szó volt a felismerésről, a fejlesztés lehetőségeiről, de a szülő-szakember partnerség erősítése is cél. A szakemberek érdeklődése mellett a szülőké is nagy az újabb pályázatban beszerzett eszközök iránt, hiszen ezekhez igen csekély esélyük lenne máshogy hozzájutni. A Paksi Intézmény tehetségponttá is vált szintén az SNE gyermekeket segítendő, ez a program még kidolgozás alatt van. Az újabb pályázat 2014. március végén zárul.